Bece István vagyok, Csík térségről. Megyei tanácsosként a vidékfejlesztés mezőgazdasággal foglalkoztam kiemelten. Nagyon-nagyon fontos a Hargita megyének, hisz a megye nagy része vidéki térség. A vidékben van úgymond a megyének az erőforrása, az ereje. Nagyon fontos, hogy foglalkozzunk a mezőgazdasággal, a vidéki infrastruktúra fejlesztéssel, a vidéki embereknek a mindennapjaival, azok a vidéki oktatás, egészségügy és mindenféle kiszolgáló egységgel. Három legfontosabb megvalósítás az elmúlt időszakban, azt gondolom az első az a székelytermék mozgalom. Több mint 1000 termék van a székelytermék védjegy keretében, és hát több száz termelő, és hát remélem, hogy ezt a következő időszakban is lehet folytatni. A székelyföldi falugazdász hálózatban 30 falugazdász működik különböző szakterületekben. Nagyon fontos az, hogy a gazdáknak tudunk szakmai segítséget adni. Fontos az, hogy a termelés, feldolgozás és értékesítésben, és nem utolsó sorban a támogatások lehívásában tudunk segíteni a gazdáknak. Ezáltal versenyképesek tudnak lenni, ezáltal olyan előnyre tudnak szert tenni, amely révén nem csak a hazai versenyben, hanem a globális versenyben is meg fogják tudni állni a helyüket. A harmadik nagyon fontos az elmúlt időszakban a Csík-Csomortáni szövetkezet, illetve a vágópont, a kisvágópontnak a létrehozása, hisz be tudtuk bizonyítani, hogy kis erővel, egy kicsi odaállással óriási nagy dolgot lehet tenni. Kialakult egy tapasztalat, egy kapcsolatrendszer, a megyei tanácsos csapat mindig nagyon-nagyon jó, színes és szakmailag nagyon-nagyon jól úgymond összeválogatott emberekből állt, és mindenki minden emberért, aki itt él a Csík térségben vállalni felelősséget. Ezt a szemléletet igyekeztünk átvinni a megyei kormányzatban is, hogyha a megye területén bárhol gond van, bárhol olyan feladat van, amit nekünk meg kell oldani, akkor oda egységesen tudjunk odaállni.